Ez már itt a Start Plus, és egy nagyon nehéz, de nagyon érdekes új magyar filmre szeretnénk felhívni az önök figyelmét. Itthon még nem lehet látni, de a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 5-én már vetítették, és a film alkotójával, Fabricius Gábor filmrendezővel fogunk tudni beszélgetni, ha minden igaz, Skype-on keresztül. Jó reggelt, szia, itt vagy velünk? Jó reggelt, igen. Telefonon, igen. Köszönjük szépen, hogy tudunk beszélni. 83-ban játszódik ez a film, aminek az a címe, hogy Eltörölni Frankot, és egy olyan történetet mutat be a szocializmusból, amiről tényleg nem készült még film. Ugye röviden arról szól, hogy egy underground zenekar frontembere nem tud a szocializmusba beilleszkedni, és egy pszichiátrián köt ki, és ott próbálják őt elhallgattatni. Miért volt neked érdekes ez a történet? Miért akartál pont ebből egy nagy filmet forgatni? Hát engem nagyon izgatott a kérdés, hogy hogyan lehet tetten érni azt a kort, amit annyira nehezen lehet bemutatni. Tehát, hogy úgy emlékszünk erre a korszakra, mint a jópofa, balatoni, lángosos, meg egy kicsit vicces, kicsit ciki, de azért retro vicces korszakot, ami egyszerűen nem igaz. Tehát az egy propagandisztikus eleme volt a korszaknak, ami így akarta bemutatni a kis, legélhetőbb barakunkat. És nagyon nehéz volt azt megtalálni, hogy hogyan lehet tetten érni valamit, ami annyira megfoghatatlan, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiről most te is beszéltél, tehát, hogy van egy ember, aki nem tud a normáknak megfelelni, tehát a kor normáinak megfelelni, és őt a hatalom elmegyógyintézetbe küldi ezért, mert nem olyan, mint az elvárható, vagy az éppen elvár. Szerintem ez a cinikus viselkedés, ez az, ami szimbolikusan megjeleníti ezt a kort leginkább. Uh-huh. Mesélj egy kicsit nekünk, Gábor, arról is, milyen volt a fogadtatásod kint. Ezt annak függvényében kérdezzük azért Emiliával, hogy bár tudom, hogy közel vannak hozzánk, vagy nem vagyunk annyira távol még a 80-as évektől, de azért mégiscsak azért úgy zajlik az élet, hogy lassan már a 90-es évekről is úgy beszélünk, mint ami olyan messze volt, hogy nagyon az ember nem is emlékszik rá, hogy ez mennyire tudja megérteni, vagy megérinteni az embert, a nézőt, a filmnézőt. Hát azért ez a film, és egyáltalán az alkotói folyamat is azzal operált, hogy magát ezt a nagyon nehéz és tényleg komoly történelmi témát a disztópiába, szinte a sci-fi irányába tolja, pontosan azért, hogy általánosan, univerzálisan értelmezhető legyen ez a dolog. És egyébként a premier az fantasztikusan sikerült, tehát azon túl, hogy nyilván nagyon megható az, hogy az ember 5 év munkáját egy nemzetközi, egy ilyen világ egyik legfontosabb nemzetközi filmfesztiválján látja, de az, hogy és tényleg a percekig tartó taps, és azok a review-k, amik nemzetközi szinten megjelentek róla, az összes visszajelzés, ez azt mutatja, hogy abszolút értik ennek a kortalanságát, ennek a kérdésnek a kortalanságát, a tekintetben, hogy mi megéltünk Magyarországon valamit abban a korban, ami 100-200-500 év múlva is pontosan érthető lesz az egyén és a hatalom viszonyában. Nagyon érdekes volt az, hogy ezt az igazán komor hangulatot, ami a Werkfilmből is kiderült, meg egy rövid trailerből is, ezt olyan helyszíneken sikerült megfogni, több olyan helyszínen, ahol még soha nem forgattak filmet, például a Csepeli Gabonatárolóba forgattatok, az Inotai hőerőmű bontás alatti blokkjában, egy kőbányai vasbeton alagúton, és elmondják a Werkfilmben, hogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden korhű legyen erre. Hogyan készültetek itt az előmunkálatok? Hogy zajlottak? Ami itt egy nagyon érdekes történet volt, én a felkészülés, az alkotói folyamat során megismerkedtem Egert Kettészonnal, aki a Dunkirknek, meg a Christopher Nolan filmeknek látványtervezője, és az ő vezetésével alatta a kis Dorkával, aki szintén a set design, a vizuálért felelős csapatban volt, egy nagyon erős vizuális tímet hoztunk létre, ami egyrésztről ugye használta azokat a referenciákat, amit most felsoroltál,
amiből azért Magyarországon egyébként nagyon érdekes, de egyre kevesebb van, tehát szinte úgy kell azért úgy összekanalazni ezt a disztopikus, brutalista építészettel fémjelzett kort. Másrészt meg attól, hogy ennyire ebbe a világba lett tartva, szinte mondom a mai szem számára egy sci-fi, egy nagyon fura orwelli kafkai sci-fi az, ami kibontakozik a szemünk előtt, ami adott esetben még azoknak az embereknek egy élő emlék, akik nyilván emlékeznek erre a korra, de mondjuk valaki, aki a 90-es években, majd aztán utána született, számukra ez egy távoli megfoghatatlan orwelli valóság már. Azt mesélted, hogy a forgatás alatt ugye a főszereplőt még nem említettük, Fox Benjamin, a film egyik legkeményebb jelenetében konkrétan összeomlott a forgatáson, erről mit lehet tudni, illetve önmagában a történet vége ad-e valami feloldozást a nézőnek, vagy mi a végkifejlet, amennyit így el lehet árulni? Hát ugye azt szokták mondani, hogy a film végét ezt meg kell nézni. Igen, igen. De én azt gondolom, hogy ha belegondolunk abba, hogy mi történt velünk Magyarországon a 70-es, 80-as években, és aztán utána a Vasfüggöny lebontása, leomlása után, hogyan indult el egy másik irányba az ország, illetve egyáltalán az embereknek a lelke, akkor biztos, hogy van út a fény felé, tehát ez valamilyen módon a film is azt gondolom, hogy be fogja járni. A Benjivel meg hát nagyon, nagyon érdekes munka volt, én egy nagyon érzékeny srác, és azt érzem rajta, hogy lévén nem színész, hanem egy underground zenész, bejárta ezt a lelki utat. És az volt a fantasztikus, és ezt nyilván lehet érezni is a filmen, hiszen nagyon erősen dokumentarista stílusban dolgoztunk a filmen, hogy ahogy megérintette őt, rajta keresztül éreztem azt meg, hogy akik ebben nem éltek benne, azok számára ez mi mindent jelenthet, és hogy mennyire pokoli az, amin keresztül mentek bizonyos emberek ebben a korban, amit nem is, amiről aztán nem is beszéltek, és amiről nem is gondolkodtak úgy, mint valami szörnyűség, hanem elfogadták. És a mai, mondjuk egy fiatal, a Benji 21 éves, az ő szemszögéből ez horrorisztikus. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az a pont, amikor tényleg le kellett állnunk a forgatással, és 4 órát üldögéltünk a sminkbuszba, és így hát próbáltuk összekaparni. Hát Gábor, nagyon sok mindenről szerettünk volna még téged kérdezni, egyelőre kiszaladtunk az időből. Október 7-től játsszák Magyarországon ugye a filmet, akkor lesz idehaza bemutató, és amire még egy kicsit büszkék vagyunk, hogy a kollégánk a Pajor Tamás is játszik. Igen. Gratulálunk, köszönjük szépen. Nagyon erős jelenléte van. Köszönöm szépen.